A Virology Journal című tudományos folyóiratban meglepő kutatási eredmények láttak napvilágot. Az új koronavírus rendkívül erőteljesen 28 napig életképes bankjegyeken és mobiltelefonok felületén. A fizetési szokások megváltozása már a Magyar Nemzeti Bank által közzétett statisztikákban is megmutatkozik. A magyarok készpénz helyett a bankkártyás vagy online fizetést részesítik előnyben a vírus megjelenése óta. Gerhes Miklós közgazdás szerint a bankoknak korábban is eltökélt szándéka volt, hogy minél kevesebb legyen a készpénzfelvétel, és ez lényegében már megvalósult, csak bizonyos társadalmi csoportok maradtak a hagyományos készpénzes fizetésnél. Alapvetően nagy változás nem lesz, bár sok helyen, ahol még kevésbé ismerik ezt a technikát, ott valószínű okoz gondot. De a bankoknak már évtizedek óta bevett szokása és eltökélt szándéka volt az, hogy minél kevesebb bankjegy legyen forgalomba. Ez közgazdasági szempontból is nagyon fontos, hiszen a forgalomban lévő pénzmennyiség az nagyban meghatározza az inflációt is többek között, és a bankjegyeknek az előállítási költsége mondhatom azt, hogy rendkívül magas. Tavaly Magyarországon az összes pénzforgalom összértékének több mint 70%-át készpénzben teljesítették, amely azt bizonyítja, hogy a magyar lakosság többnyire készpénzpárti. A 2010-es években a Magyarországon forgalomban lévő pénzmennyiség az kb. 2400 milliárd forint volt. Ezeknek a pénzeknek az előállítása viszont tény nagyon magas. Az érméknek az előállítása ebben az időszakban 17 milliárd forint körül mozgott. A papírpénzek előállítása pedig 37 milliárd forintba került az államnak, a jegybanknak. Bár a bankkártyával történő fizetés átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi az emberek vásárlási szokásait és fogyasztási magatartásait, a biztonságos felhasználás és a kényelem az online fizetések felé hajtja a vásárlókat. A készpénz használat pedig mindaddig megmarad, amíg a napi fizetések lebonyolítása kizárólag így oldható meg.